25. fejezet. Hogyan került ide? Kérdezte Bél döbbenten. Átú kinyitott nekem egy zsilipet, amint a fedélzetre gurult, felelte Ahsoka. Le kellene kapcsoltatnom a fickót, dörmögte Bél a fejét rázva. Túl önálló ahhoz képest, hogy droid. Túl sok rossz példát látott maga körül, válaszolta szemtelenül Ahsoka. Ez igaz, ismerte el Bél. Bár Skywalkert önt is tanította. Én igazából Amidala szenátorról beszélek, közölte Ahsoka. Artu egy ideig az övé volt. Hol a hajója? Kérdezte Bél. Témát kellett váltania, mert a torka úgy elszorult, hogy alig kapott levegőt. Ebben a rendszerben egy névtelen sziklatömbön, felelte Ahsoka. Annyira kicsi, hogy a szenzorok nem észlelik. Nagy szerencsék kellene ahhoz, hogy valaki észrevegye. Miért nem jött át Chardy téggel? Kérdezte Bél. Hogy megúszza a felhajtást? Ha valaki abban a helyzetben van, mint én, nehezen bízik meg azokban, akik vonósugarat vetnek be ellene, mielőtt köszönnének, magyarázta Ahsoka. Jól sejtem, hogy nem mondta meg nekik, kire vadásznak? Jól sejti, erősítette meg Bél. Azt akartam, hogy senki se tudja, kicsoda ön. Én sem tudtam, kit keresek, amíg nem láttam az egyik kamera felvételét. Ártunak mindent törölnie kellett volna, morogta Ahsoka. Azt hiszem igaza van, az az önjáró vödör tényleg túl önfejű. Rá kellett jönnem, hogy nehéz felkutatni valakit úgy, hogy közben ne sodorjuk veszélybe, válaszolta Bél. Az új rendszer kemény és könyörtelen. Ezért úgy gondoltam, hogy legyen választási lehetősége, ha nem akarja, hogy megtalálják. Honnan tudta, hogy hol keressen? Érdeklődött Ahsoka. Folyamatosan figyelem a titokzatos jó cselekedeteket, felelte Bél. Amikor több is előfordul egy adott régióban, megpróbálom kiteríteni, hogy ki áll a háttérben. Aztán igyekszem beszélni vele. És miről beszél vele? Kérdezte Ahsoka. Bél a tekintetével végigmérte a lányt, és úgy döntött, hogy belevág. A lázadásról tánó padawan, válaszolta. Olyanokat keresek, akik hajlandóak harcolni a császár és a birodalom ellen. Ma már nem vagyok jogosult arra a címre, szenátor, jegyezte meg halkan Ahsoka. És nem érdemlem meg a bizalmát. Bél nem szólalt meg, türelmesen várta a folytatást. Politikus révén értett hozzá, hogyan beszéltessen másokat. Jártam egy bolygón, kezdte végül Ahsoka. Pontosabban egy holdon. Megpróbáltam segíteni a lakóinak, amikor a birodalmiak oda mentek, de nem tudtam. Többen meghaltak. Menekülnöm kellett. A sorsukra hagytam őket. Igen, a Rada, mondta halkan Bél. Hallottam róla, és arról is, amit ön tett ott. Harcba szálltunk, de még rosszabb lett a helyzet, folytatta Ahsoka. Ma már nem úgy mennek a dolgok, mint a klónháború alatt. Akkor sosem voltam egyedül. Volt hadseregem, voltak mestereim, és ott volt... Nem mondta ki, de Bél tudta, hogy mire gondol. És ott volt neki Anakin Skywalker. Egyedül nem harcolhat a birodalom ellen, felelte szeliden Bél. De nem is kell. Harcolhat mellettem. Most már senkinek sem parancsolok, tette hozzá Ahsoka a fejét rázva. Nem utasítatom a teremtményeket arra, hogy rohanjanak a biztos halálba. Túl sokszor tettem meg annak idején. Hát akkor másfajta feladatot keresünk önnek, válaszolta Bél. Több ajánlatom van az ön számára, mint gondolná. Ahsoka szemmel láthatóan megkísértette a gondolat. Ő is tudta, hogyha egy csapattagjaként folytatná, nagyobb biztonságban lenne. A gyerekek, bökte ki aztán, és Bél egy pillanatig úgy érezte, a vére belefagy az ereibe. Szerte az egész galaxisban. Eddig csak egyet találkoztam, de biztos, hogy vannak mások is. Azok, akiknek Jedinek kellene lenniük. Most veszélyben vannak. Valaki vadászik rájuk. Hogy ki, azt nem tudom. Sosem láttam. De ha segít megtalálni, csatlakozom önökhöz. Abból, hogy a lány mellékesen említette Anakint és Padmét, Bél úgy gondolta, hogy Ahsoka talán hallott a kettőjük viszonyáról, de annak eredményéről nem. Csak nem biztosra vette, hogy Ahsoka nem tud Leáról és a kisfiúról. És nem ismerhette az ő céljait sem, de Bél hajlandó lett volna megmozgatni minden követ a galaxisban, hogy segítsen a lánynak. És az is tökéletesen megfelelt neki, hogy valaki más végezze el a kutatást. Minden egyes álcázó réteg, ami elválasztotta őt mindentől, ami kapcsolatban állt az erővel,
Egy újabb réteg volt abban a biztonsági rendszerben, amellyel a lányát óvta. Ez számomra elfogadhatónak tűnik, felelte, miután megjött a hangja. És mint kiderült, van egy küldetésem számára. Elfogadja? Ahsoka halálosan fáradt volt, bár mindent megtett annak érdekében, hogy ez ne látszódjon meg rajta. A fekete nap ügynökével vívott harc, a bél ügynökeitől való szökés, aztán az átkelés a két hajó között, mindez együttesen minden erőt kiszívott belőle. Már az is nehezére esett, hogy egyenesen üljön, mielőtt beszélt, és megállapodott a szenátorral. Amikor Organa közölte bele, hogy rábízna egy küldetést, majdnem eldőlt, de összeszedte magát és kitartott. Talán ennék valamit, mielőtt belekezdek, válaszolta, de szeretném hallani, hogy mi lenne a feladat. A radárról van szó, felelte Bél. Az ottani szektorban dolgozó ügynököm zavaros információkat küldött az utóbbi időben. Részben ezért tartott annyi ideig, hogy megtaláljam önt, de ez olyan tiszta, mint a csillagfény. Ahsoka előre nyújtotta a kezét, és Bél átadott neki egy adattáblát. A lány végiglapozta az anyagot. Főleg térképeket tartalmazott, valamint a birodalmi teleppel kapcsolatos diagramokat, olyan dolgokat, amiket ő már tudott. Úgy tűnik, megjelentett egy újfajta birodalmi ügynök, közölte Bél. Nem katonatiszt, de van hatalma. Gyakorlatilag ő irányítja a helyőrséget, amikor akarja, és úgy parancsol a tiszteknek, mint azok a rohamosztogosoknak. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a jelentések szerint két pengés vörös fénykardja van. Ahsoka majdnem elejtette az adattáblát. Hogy néz ki? Kérdezte, miután összeszedte magát. A legtöbb személy leírásban a közös jelző az, hogy szürke, felelte Bél. Ezzel nem sokra megyünk, igaz? Még a róla készült felvételekből sem sok minden derül ki. Ahsoka villám gyorsan gondolkodott. Azokat az ellenségeit, akikkel eddig szembe került, alig ha a szürke szóval lehetett jellemezni. Ez azt jelentette, hogy az illető valaki más. Valaki Uvi. Valaki, aki... Egy árnyék? Kérdezte halkan Ahsoka. Szürke, mint egy árnyék? Azt hiszem, válaszolta Bél. Úgy hírlik, rettentően gyors, és nyilván erőhasználónak kell lenni, ha egyszer fénykardja van, nem igaz? Nem feltétlenül, felelte Ahsoka, de ebben az esetben alig, ha nem igaz. A birodalom nem küldene ki akárkit, ha egy Jedit kell elkapni. Honnan tudja, hogy az illető egy Jedit akar elkapni? Nem találja gyanúsnak, hogy mostanáig zavaros információkat kapott a radáról? Kérdezte vissza Ahsoka. Egészen addig, amíg az úgynevezett jó cselekedeteimmel felhívta magamra a figyelmet? Addig, amíg ez a teremtmény el nem indult, hogy a nagy prédára vadásszon? Az utóbbiról semmit sem tudok, vallotta Bebél. De igen gyanúsnak találom. És van itt még valami, amit látnia kell. Azt hittem róla, hogy csupán egy csapda, amit valakinek állítottak, de most, hogy hallottam a történetet az ön szemszögéből, szerintem ezt a csapdát kimondottan magának állították fel. Bél felkapta az adattáblát, és az utolsó bejegyzéshez lapozott. A képet egy biztonsági kamera készítette, és meglepően élesre sikerült. Attól a tudattól, hogy egy csapda része, mindjárt világossá vált, hogy miért ilyen éles. Ahsoka átvette az adattáblát, és lenézett rá. A szívverése felgyorsult, és úgy érezte, minden oxigén szempillantás alatt eltűnt a kabinból. A szürke teremtményt látta, akinek az arcát ugyan takarta a sisak előső lemeze, de a fénykardja jól felismerhető volt. És látta Kidön Lártét, aki nyilvánvalóan a szürke alak fogja volt. Törött karját kötés rögzítette a mellkasához, a haja csapzottan lógott. Jaj, ne, suttogta Ahsoka. Azonnal oda kell... Állj, szólt közbe szigorúan Bél. Ahsoka elhallgatott és felnézett a férfira. Bél ekkor megenyhülve nézte őt, és miután közelebb lépett hozzá, szeliden folytatta. Ahsoka, pihennie kell. Tervre van szüksége. Nem fogják bántani azt a lányt. Azt várják, hogy maga felbukkanjon a környéken. Az lesz a legjobb, ha felkészül, amennyire csak lehet. Ahsoka hátradőlve neki támaszkodott az ülés támlájának, és tehetetlensége jeleként az ölébe eresztette mindkét kezét. Bél felé nyúlt, hogy a lány vállára tegye a kezét, aztán mindketten összerezzentek, mert lárma hallatszott a fő folyosó felől. A következő pillanatban halkan sziszegve kinyílt az ajtó, és Antilles kapitány rontott be a kabinba, a háta mögött több fegyveressel. Szenátor úr, kiáltotta Antilles, és mozdulatlanná dermedt.
Egyetlen gyors pillantással felmérte a helyzetet, és elküldte a kísérőit. Minden a legnagyobb rendben, kapitány, mondta Bél. Az ifjú hölgy a barátom. Egy darabig velünk utazik. Fel kell szednünk a hajóját, és szálláshelyre van szüksége. Antilles biccentett egyet, és minden további nélkül távozott. Nem mondta meg neki, hogy ki vagyok, állapította meg Ahsoka. Ezek szerint ön ennyire sebezhető? Sajnos igen, felelte Bél. De napról napra nagyobb biztonságban vagyunk. Ettől függetlenül nem akarom leleplezni mások titkait. Ha szeretném megmondani a kapitánynak, hogy kicsoda ön, nyugodtan megteheti, de én hallgatok róla. Köszönöm, hálálkodott Ahsoka, és rövid hallgatás után hozzátette. Az imént szálláshelyről beszélt. Bél átvezette a lányt a szomszéd kabinba, aztán lement a raktérbe, hogy megnézze, mi a helyzet Ahsoka hajójával. Ahsoka letépte magáról az űrruhát, és végre lezuhanyozott. A zsákját a hajóján hagyta, de az apró alkatrészeket tartalmazó csomagot magával hozta. Kinyitotta, és gyorsan meggyőződött róla, hogy minden sértetlen maradt. Mintha még jobban össze tudnának törni, mormolta, aztán nekilátott az öltözködésnek. Pár pillanatig vívódott magával, hogy egyene, és csak aztán feküdjön le. Az utóbbi kevesebb erőfeszítés kívánt, ezért végigdőlt a fricsen, és szinte azonnal elaludt. Ahsoka jégről álmodott, és úgy érezte, jobban kell sietnie, mint eddig életében valaha. Vissza kellett jutnia a barlang bejáratáig, amíg a nap visszatartotta a jeget, máskülönben csapdába esett volna ezen a fagyott bolygón, ki tudja mennyi időre. De hol a kristálya? Yoda mester csak annyira volt segítőkész, mint általában, csupán annyit mondott neki, hogy tudni fogja, amikor meglátja. De hol van? És honnan fogja tudni? Ahsoka lelassított, majd megállt. Lehúnyta a szemét, és végig gondolta mindazt, amit tudott. Yoda mester sokszor viselkedett különösen, de szinte mindig igaza volt. Ahsoka tudta, hogy csak bíznia kell abban, hogy a mesternek ezúttal is igaza lesz, és akkor megtalálja a kristályát. Kinyitotta a szemét, és halvány fényt látott a barlang sötétjében. Egy fényt, ami korábban nem volt ott. Érezte, hogy őt hívja, és elindult felé. Amikor a közelébe ért, meglátta, hogy egy kristály világított, és pontosan úgy, ahogyan Yoda mondta, tudta, hogy ez az övé. Kinyújtotta a kezét, és a kristály a tenyerébe hullott. Ahsoka megfordult, és rohanni kezdett a barlang kiárata felé. Amikor felébredt, kellemes meleg vette körül, és ebből tudta, hogy az álom véget ért. Köszönöm, mester, suttogta, bár tudta, hogy Yoda nem hallhatja őt. Felkelt és odament az alacsony asztalhoz, amelyre lerakta a holmiát. Felkapta az apró zsákot, és az asztalra öntötte a tartalmát, a használt áramköröket és alkatrészdarabokat. Most már látta, hogy némelyik haszna vehetetlen, és ezeket gyorsan kidobta. A többi viszont még hasznos lehetett. A fénykat készítése a Jedi legmagasabb rendű tudományai közé tartozott. Ahsoka még sosem csinálta felügyelet nélkül, de most ezt kellett tennie. Tudta, hogy több fontos alkotóelem hiányzik, de mert a látomása az Illum és az ottani kristályok felé irányította, bíznia kellett abban, hogy jó úton jár. Az alkatrészek elegendőek voltak ahhoz, hogy elkezdje a munkát. Többszöri nekifutás után megvizsgálta a művét, és elégedett volt. A markolatok nem voltak éppen elegánsak, de a célnak megfeleltek. Felállt, kinyújtóztatta a tagjait, és elindult, hogy megkeresse a szenátort. Az étkezőben talált rá, éppen a kapitánnyal beszélgetett. Ne, kapitány, kérem maradjon, hadarta Ahsoka, amikor Antilles elfordult, hogy kettesben hagyja őket. Azt hiszem, szükségem lesz az ön segítségére is. Mi jár a fejében, Ahsoka? Kérdezte Bél. Ahsoka vette egy mély lélegzetet, és elmondta, hogy mit tervez. A kristályok folyamatosan növekedtek. Tiszták és hidegek voltak akár a jég, még nem megtalálta őket az a kéz, amelyre vártak. Lassan építgették a szerkezetüket. Egyszerre egy prizma, aztán a következő. És mi alatt növekedtek, vártak. Időről időre eljött hozzájuk valaki, és megszólította őket. Mintha egy tökéletes dal zengett volna. Minden kristálynak volt egy kiválasztott hordozója,
és csakis a hordozó hallhatta a zenét, csakis ő láthatta a fényt. Mindenki más elhaladt a kristályok mellett, úgyhogy nem látott más, csak jeget. Léteztek nagyobb kristályok is, amelyeket mindenki láthatott, de tétlenek maradtak, amíg nem kalibrálták őket megfelelően. És léteztek aprók is, akkorák, mint egy ember körme, vagy még annál is kisebbek. Még a legkisebb is képes volt átcsatornázni magán az energiákat, és rátalálni egy hordozóra. Nem kellett más tenniük, mint hogy növekednek és türelmesen várnak. A kristályok hollétében nem lehetett rendszer felfedezni. Egyes bolygókon nagyobb számban fordultak elő, és ezeket a helyeket az értelmes lények gyakran szentnek vagy különlegesnek tekintették. Elzarándokoltak hozzájuk, tanokat tanultak meg, és fénykardokat készítettek. A világosság kristályai szétszórultak a galaxisban, hogy hasznosak legyenek. Sötét kristályok is készültek, de nem a szent helyeken. Ezeket elrabolták jogos hordozóitól, és megrontották őket. Az erőhatalma még a sziklát is megváltoztathatta. A rablók módosították a kristályokat, míg nem a színük sötétvöröse változott. Mindig is finomra hangolva egyensúlyoztak a világosság és a sötétség között, és ezt az egyensúlyt könnyű volt felborítani. Amikor az első hajók megjelentek azokon a bolygókon, amelyeken a kristályok tömegesen fordultak elő, egy darabig minden rendben ment. A bolygókat gyakran keresték fel hajók, az utasok elvitték a kristályokat, de aztán valami megváltozott. Nem ifjú hordozók jöttek, akik hallották a dalokat, nem lelkes tanítványok, akik tanulni akartak. Az új jövevényeket csak a mohóság és a szörnyű, szörnyű akarat fűtette. A kristályokat letölték az óvatlan ostobák, akik azt képzelték, hogy el tudják torzítani őket a saját céljaik érdekében. A bolygót többé senki sem tartott a szentnek, senki sem zarándokolt el a lelőhelyekre. A régi látogatók messze elkerülték, és szomorúak voltak, mert elvesztették a kristályokat, amelyek valaha daloltak nekik. Ám a hatalmas galaxisban számos olyan bolygó és hely akadt, ahol kristályok rejtőztek a felszín alatt. Ezeket nehezebb volt megtalálni, de sikerülhetett annak, aki keresett, aki figyelt. Aki megtanulta az első leckét, és volt türelme, hogy még többet tanuljon. A kristályok növekedtek, prizmáról prizmára építgették a szerkezetüket. És mielőtt növekedtek, türelmesen vártak.